sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szentje Mella, gyógyító Buddha, a legfőbb orvos mantráját fogjuk ma énekelni, kis vizualizációval. Erre várok szeretettel benneteket. Érkezzenek a többiek, addig kicsit hangtálaszgatok. Várjuk nagy szeretettel a többieket is, még egy percet. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Gyógyító Buddha, Szentje Mella mantra éneklést. Várlak szeretettel benneteket. Tejatam békánzé, békánzé, maha békánzé, radzá szamudgáté, szóhá, tejatam békánzé, békánzé, maha békánzé, radzá szamudgáté, szóhá, tejatam békánzé, békánzé, maha békánzé, radzá szamudgáté, szóhá. Ez lesz a mantránk. Egy csodálatos kék Buddha formát fogunk vizualizálni. Aki több szinten képes gyógyítani minket. Ugye Buddhát itt is a legfőbb, a legfontosabb orvosként emlegetjük, hiszen
képes nem csak az ez életbeli bajokat orvosolni, hanem a karmikus szennyeződéseket is képes enyhíteni, eltüntetni akár. Érdemes ilyenkor engedni, hogy átjárjon minket mantrázás közben gyógyító Buddha, gyógyító kék fénye. Elképzelhetjük, ahogy a szereteinket, barátainkat, ismerőseinket, vélt ellenségeinket is átjárja a szeretet és a gyógyító energia a fény és a mantra által. Én ilyenkor el szoktam képzelni azt is, hogy egész kórházakat betölt gyógyító Buddha kék fénye minden irányban az egész földön. Kijárad mindenhova, az egész világegyetemre, az összes világban is elér minden lényhez. Ez a gyógyító kék fény. Kis egyszerű vizualizáció is lesz hozzá. Egy csodálatos kék Buddha formát fogunk elképzelni magunk előtt, ahogyan összesűsödik a térből. A bal kezében itt gyógyító nektárral teli tálat tart, a jobb kezében pedig egy csodálatos gyógynövényt. És hozzá fogunk kapcsolódni. Érdemes mindig ilyenkor tudatosítani azt, hogy nem egy külső valami identitásról van szó, hanem a saját legbelső lényegünknek kiáramlása, kiáradása. Tehát nem különbözik tőlünk, hanem egyenesen a lényegünk, gyógyító Buddha is, és a többi Buddha forma is, akikkel ilyenkor dolgozunk, illetve akik segítségével kommunikálunk saját Buddha természetünkkel. Mielőtt elkezdjük, gyorsan elmondom, hogy az áprilisi, tehát a tavaszi kettő darab táborból az áprilisi az betelt. Várólista az elindult, már vannak rajta néhányan. Nagyon nagy hála és megtisztelő, hogy ilyen sokan érdeklődtök és jöttök, szeretnétek jönni. Ez április 8-9-10-én lesz majd. Úgyhogy ha mindenképpen csak azon tudsz ott lenni, a májusin nem, akkor egy várólista esélyt adhat, hiszen az utolsó pillanatban is szoktak lenni lemondások. A második tábor május 13-14-15-én szintén Bánfán, gyönyörű buddhista elvonulási központ Pécs mellett. Szintén itt lesz ez, félig 3/4 van tele, úgyhogy ide még tudtok jelentkezni. A nyári időpontját is nem sokára kilőjük, és az eseményt, ez egy 5 napos lesz, ugye ezek 3 naposak, 2 tavaszi, 2 őszi van, ami 3-3 napos, és 1 tavaszi, ami 5 napos, egyőre ennyi tábort, elvonulást tudok tartani egy évben. Erre várok nagyon nagy szeretettel benneteket, illetve 1 naposakat szoktam tartani, még kicsi ízelítő, egy kicsit ilyen zip file, egy ilyen zanzásított 1 napos mini tábor, vagy mini elvonulás. Ez most Budapesten volt a legutóbbi, szerintem jövő év elején meglátjuk, hogy engedi a helyzet, akkor szintén Budapesten elkezdjük, és aztán vidékre megint tudok menni ezekre az 1 naposokkal is. Ezekre várok szeretettel benneteket. Helyezkedjünk el meditációs tartásban, aki teheti, akinek a fizikai teste engedi, a keresztezett lábakkal, törökülésben, lótuszban, féllótuszban, burmaiban, amiben neked a legjobban megszokott, vagy a legjobban esik, amiben legjobban be tudsz lazulni. Érdemes ezt olyan egyenes háttal, nem mondom, hogy egyenes gerincel, mert az egyen gerinc az soha nem egyenes igazából teljesen értelemszerűen, hanem hogy ezt a központi egyenleges csatornát itt valamennyire nyújtsuk meg, hogy kiegyenesedjen és átjárható legyen. Picit megtolhatjuk a fejtetőt az égbolt felé, az állat egy enyhén behúzhatjuk, és nagyjából akkor is érhetjük ezt a pozíciót, ami számunkra hasznos. Kezet lehet térdeken tartani, ha ebben a tartásban ülsz, lehet így ebben a tér és az egyhegyűség tartásában is tartani. De ahogy jó esik, ha feküdnél vagy széken ülsz, már azt engedi a fizikai tested, akkor az is működik. A legfontosabb, hogy amennyire lehet egyenes háttal végezzük. Kérkezzünk meg, kérlek, hunyd be a szemet, kezdjük el figyelni a légzésünket. Figyeljük meg tudatosan a légzés folyamatát, legyen egy ilyen légzés tudatosságunk. Figyeljük meg az érzetét, ahogy belép a külvilág a levegő formájában a fizikai testünkbe, belép az orrunkon, végig csikandozza a nyálkahártyánkat, a légcsőünk elején a tüdőnkbe, megtölti, és utána ugyanezen az úton elhagyja. Érdemes egyfajta teljes légzést alkalmazni, mint egy ilyen vázát, mintha megtöltenénk vízzel,
feltelik, és aztán felülről ürül. Kezdjük el figyelni a formát, a levegő áramlását az orrunkhegyénél. Figyeljük meg az érzetét az orrkarikáknál, ahogy a belép a levegő, egy hideg érzet, kifele pedig egy kicsit melegebb érzetet tapasztalunk. És engedjük, hogy közben a gondolatok, hangok jöjjenek, menjenek, anélkül, hogy megítélnénk őket, ne kapaszkodjunk belejük, ne taszítsuk el magukat. Ha észreveszünk, hogy elkalandoztunk, akkor nem érdemes feldühíteni magunkat, egyszerűen szeliden hozzuk vissza középre a fókuszt. És figyeljük tovább, ahogyan a formátlan levegő áramlik az orrunk hegyénél. Jelenítsük meg a fejünk fölött a gyógyító kék Buddha, a gyönyörű Buddha formáját. Egy irányba néz velünk, egy háromdimenziós Buddha formát képzeljünk el. Ha megvan a tanka pontosan a festményről, akkor az alapján a szimbólumokat el tudjuk helyezni rajta. Ha ez nem megy, akkor egy egyszerű gyógyító, jó szándékú kék Buddha formát képzeljünk el. Ha ez sem megy, egy gyönyörű sugárzó kék gömböt elképzelhetünk a fejünk felett. Ahogy a mantrát mondjuk, vizualizálhatjuk, ahogyan sugárzik a testéből a gyógyító kék fény, betölti a mi testünket is, betölti a szobát, az utcákat, eljut a kórházakba, eljut minden szerettünk köz, akik betegeskednek, akik gyógyulásra várnak, eljut minden ismeretlenhez, akik gyógyulásra várnak. És eljut minden érző lényhez, külső-belső szinten egyaránt.
Ya taum bekamde bekamde ma bekamde dada samurgati soa. Ya taum bekamde bekamde ma bekamde dada samurgati soa. Ya taum bekamde bekamde ma bekamde dada samurgati soa.
Yeah.
Yeah.
Lassan enged, hogy a fizikai tested összesűrűsödjön a térből. Enged, hogy a gyógyító kék buta beléd olvadjon. Belolvadjon a szívedbe, a szíved közepébe. És tudatosítsuk, hogy soha nem vagyunk elválasztva ettől a buta formától sem. És azt a feltétel nélküli szeretetet, amit kapunk tőlük. A hétköznapokban bármikor sugározhatjuk bárkire, az összes érző lényre, bármilyen helyzetben. Kérlek, hogy
dörzsöld ezt a jó forróra tenyeredet. És helyezd a szívedre. Hálásan köszönöm, hogy együtt lehettünk. Várok szeretettel jövő szerdán is benneteket.